2021-ben még csak tervben voltak a felújítási munkák, amiknek egy része mára már megvalósult a Németházban. Gombkötőné Kemény Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője mutatta meg nekünk az épület együttest, és elmondta, bár sok minden megvalósult, amit szerettek volna, azért még bőven akadt feladat a házzal. Örülök a lehetőségnek, hogy bemutathatjuk a bátaszéki német közösségnek a házát, az otthonát. Most itt vagyunk az előtérben. Itt tudjuk fogadni vendégeinket, és majd mindjárt tovább megyünk a házban, és bemutatom a többi helységeket. Ehhez a házhoz én nagyon kötődöm, hiszen ide jártam óvodába. Ez a ház régen egy óvoda volt, és körülbelül olyan 4 éve lett a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdona, és így tudtunk pályázni felújításra is, illetve berendezési tárgyakra és technikai felszerelésre is. Az egész úgy kezdődött, hogy Németországban lehetett pályázni arra, hogy Magyarországon a németek által lakta településeken ilyen regionális központok létesüljenek. És sikeresen pályáztunk, és így rengeteg bútort tudtunk vásárolni. Később egy második pályázat során a Német Szövetségi Köztársaság technikai berendezésekkel támogatott minket. Tehát igazából megvolt a technikai felszerelés, megvoltak a bútorok, de ugye nem volt felújítva a ház, és akkor megkértük Bátaszék városnak a képviselő testületét, hogy azért, hogy tudjunk pályázni a felújításra is, ruházza át a háznak a tulajdonjogát, amit addig tartós használatban kaptunk. Így akkor nagyon felgyorsultak az események, és Magyarország kormánya a Bethlen Gábor eszközkezelőn keresztül már többször támogatta a háznak a felújítási munkálatait. Az első ilyen támogatás során 20 millió forintból újult föl a háznak ez az épülete, amiben most vagyunk, és ugye azóta is folytak beruházások, felújítások, napelemet tudtunk felszerelni, most már a másik épület részben ki tudtuk cserélni az ablakokat, tehát folyamatosan haladunk. Ez itt a klub helység, ez a legszebb helységünk. Itt szoktuk tartani egyesületi rendezvényeinket kisebb körben, tehát itt szokott például lenni a karácsonyi műsor, itt szoktunk fogadásokat rendezni, illetve hogyha filmbemutató van, és nagyon sokan szeretnék megnézni a filmet, akkor itt is lehetőség van a film kivetítésére, de hát volt már rá példa, hogy 2 teremben is vetítettünk filmet a magyarországi németeknek a történetéről. Ebben a helységben van egy digitális smart táblánk, aminek a gyerekek örülnek különösen, és most, hogy már második hete van internet is a házban, ezért nagyon ki tudják használni a tábla által adott lehetőségeket. Illetve fogadunk csoportokat is, általános iskolai, óvodai, gimnáziumi csoportokat. Voltak nálunk már gimnazisták, szintén filmvetítésen vettek részt, voltak nálunk már általános iskolások is, és ilyenkor, ugye mivel ez a ház többféle funkciót lát el, van lehetőségünk barkácsolást is, barkácsolásos foglalkozásokat szervezni, de hát mindig húsvétkor, nagy csütörtökön barkácsolni szoktunk itt a gyerekekkel. Egy kéményt is kivettünk innen, hogy ne foglalja a helyet, mert nem volt rá szükség, illetve új alap is készült ezekben a helységekben, az volt egy nagyobb munka, az alapot újra kiásni és újra alapozni, és majd mindjárt mutatom a nagy helységet, ahol a nagyobb rendezvényeinket tartjuk, oda egy áthidaló gerenda is bekerült, hogy meg tudjuk növelni a tért, tehát ez nagyon nagy költségű
beruházás és felújítás volt. Most itt vagyunk a nagy teremben, illetve a próba teremben. Itt előadások szoktak lenni a magyarországi németek történelmével, kultúrájával kapcsolatban. Itt is szoktak filmvetítések lenni, és ahogy látjátok, lassan megtelik a helyiség, mivel ma is lesz egy előadás, amely egy előadássorozatnak a része, és a magyarországi németek történelméhez kapcsolódik. Mint említettem, ez a helyiség próbaterem is, hiszen a gyerekek itt tudnak táncpróbán részt venni, tehát táncpróbák is szoktak ebben a helységben lenni. Nagyon örülünk neki, hogy most már teljes a vizes blokkunk, és ami fontos volt számunkra, amikor terveztük ennek a regionális központnak a felújítását, illetve terveztük a funkcióit, hogy mindkét vizes blokkban legyen egy zuhanyzó is, hogy táborozni tudjanak itt a gyerekek. És hát ugye, mint tudjuk, a gyerekeknél előfordulnak kisebb balesetek, ezért nem árt, hogyha van egy zuhanyzó, és gyorsan be lehet őket tenni a zuhany alá. Hát múlt héten már a saját kisujjamnak zuhanyoznia kellett itt, mivel a bornapokon sikerült elesnie, úgyhogy hasznát vesszük. Tehát úgy gondolom, hogy családbarát is, és ez is fontos volt nekünk, hogyha ide szülők jönnek kisgyerekkel is, tehát hogy akkor legyenek lehetőségek arra, hogy el tudják látni a gyermeket, és hogy minden igényt kielégítsünk, hiszen hogyha óvodás csoportokat fogadunk, akkor ez is nagyon fontos. A konyhánkban most nagy készülődés van, mert készülnek egy kis elemorzsiával az előadáshoz. Most készült el tavasszal, már a bornapokon is tudtuk használni, illetve előtte is már tudtuk rendezvényeinken használni. A bornapokon palacsintát sütöttünk és fánkot készítettünk, és így gyűjtöttünk adományt a ház további épület részeinek a felújítására. Van egy könyvtárunk is, ami főleg a picik, az óvodások számára fontos. Nemrég készült el az is, és megvannak a könyvek, tehát most be fogjuk rendezni teljesen a könyvtárt, és akkor óvodás csoportokat is tudunk fogadni. És mivel ez egy regionális központ, tehát amikor arról beszélek, hogy szeretettel várunk ide óvodásokat, általános iskolásokat, gimnazistákat foglalkozásra, akkor nem csak bátaszéki gyerekekre, tanulókra gondolunk, hanem környékbeli gyerekekre, tanulókra. És szoktak jönni ugye Bátaszékre iskolások is megnézni a bátaszéki tanösvényt, és ez így nagyon jó lehetőség lesz, hogy akkor itt maradjanak, és egy napot akár itt töltsenek el, ne menjenek tovább, hanem például részt vegyenek nálunk egy barkácsolós foglalkozáson, vagy akár egy kis főzőcskés programon, tehát hogy együtt főzzünk valamilyen sváb ételt. És akkor igazából ez lenne a fő épületünk. Még van két épület rész. Az épület rész, ahol az ablakokat most sikerült kicserélni, azt az egyesület fogja használni, illetve ő tud rá külön pályázni, hogy annak a felújítása is haladjon. Abban az épület részben tervezünk egy ilyen Heimat Stubét kialakítani, tehát szeretnénk azt az épület részt régi bútorokkal berendezni, és nem szeretnénk, ha múzeum jellege lenne. Tehát azt szeretnénk, hogy ott a gyerekek tudjanak leülni, hogy ott is tudjunk foglalkozásokat tartani, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és hogy a gyerekeknek tényleg egy ilyen élmény központú tanulást tudjunk biztosítani. Ugye a német nemzetiségi gyerekek tanulnak német
van és népismeretet az iskolában, és így ez egy nagyon jó lehetőség lenne projektek megvalósítására is. Érdemes tudni azt is, hogy amíg 1721-ben változik lakosság olyan 3-400 fő lehetett, és akkoriban eléggé kiegyensúlyozott volt a nemzetiségi arány, tehát egyharmad szerb, egyharmad magyar, egyharmad német, addigra 1730-ra olyan nagyjából 500-600 főre emelkedett a település lélek száma, ellenben a nemzetiségi arányok jelentősen megváltoztak. A körbevezetés után pedig meghallgattuk a bátaszéki születésű Tressz Péter előadását, aki szeret elmerülni a település történelmében. Bár jó néhány éve nem élek már Bátaszéken, továbbra is érdekel engem bátaszék, a bátaszéki németek története. A mai előadás pedig bátaszéki németek történetének egy részét fogja bemutatni, még pedig az 1718-tól 1849-ig tartó időszakot. 1718-ban érkeztek Bátaszékre az első telepesek, és 1849 ugye a magyar történelem egy markáns időpontja. Egy előadás hangzott el eddig, az a telepesek ide vándorlásáról, letelepedéséről szólt, annak a történelmi, gazdasági hátteréről, és a maga a letelepedés, az idevándorlás folyamatáról. Mi fogadta itt őket, mi várta itt őket. Az előadás igazából két részre osztható. Az egyik az nagyjából a Mária Terézia és II. József korszaka, tehát 1790-ig terjedő időszak, ami mondhatjuk, hogy a magyarországi németeknek egy komoly fejlődést hozott. Az utána következő időszak, amikor a magyar nemzeti mozgalom megindult, a magyar nemesség, a magyar arisztokrácia öntudatra ébredt, hogy így mondjuk, akkor már bizony nem csak a németséget, hanem általában a nemzetiségeket próbálták kicsit elnyomni. Néha kicsit, néha jobban. Ez az előadás második feléből ki fog derülni. Mindkét jogszabály tiltotta az Isten káromló általában a trágár vezetőket, főleg az előjáróság számára, hiszen egyik ugye jó példával illet előjárni. Viszont a köznép számára megtiltotta a bírók és az esküdtek ágalmazását. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ne lehetett volna őket számon kérni, ellenben ha 1730-ban valaki írta a Facebookra, hogy ez vagy az lopcsal hazudik, de bizonyítani nem tudta, akkor férfiak esetében botozás járt, a nőket pedig perlengérre állították. Bátaszéken is volt perlengér, szégyen oszkott.